Gondolkodtál már azon, hogy egy több százezer forintos iPhone-ra öntenél lábát, akkor mégis mi történne? Vagy egyáltalán gondolkodtál már azon, hogy mi lenne, ha kb. Bármire lábát öntenél a hátsó kertedben? Hogyha ilyen dolgokon járna az eszed, akkor először is jól vagy, barátom? Másodszor pedig jó helyen jársz. Sziasztok, srácok! Én Viccelek vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai videóban. Nem is húzom az időt, hogyha megvolt a like, valamint a feliratkozás, akkor már kezdhetjük is a mai izgalmas, tanulságos és fontos kérdésekre választ adó videómat. Kezdésnek tehát annak járunk utána, hogy mi van akkor, hogyha üvegre öntünk lábát, méghozzá különböző fajta üvegekre, kezdve az sima kis alapüvegtől a golyóálló edzett üvegekig, úgyhogy akkor már itt hevítjük is rögtön a lábánkat. Nézzük első körben a három rétegű, sima alapüveget, ami mondjuk benne van az ablakodban is. Úgyhogy ezt is szépen meg is mutatja nekünk, láthatjuk tehát, hogy ez bizony üveg, nem csak fém, hanem ez üveg. Úgyhogy a lába az valójában olvasztott fém lesz, tehát nyilvánvalóan nem a vulkánhoz ment ki emberünk. Igazából erről már csináltam ugye videót utoljára kb. Két év, amit rengetegen szerettetek, és sokan mondtátok, hogy azt igazából folytathatnánk is. Hát meglátjuk, hogy ténylegesen van-e erre még úgymond kerestet, érdekel még titeket. Most viszont akkor lássuk is, mi történt. Az úgy nagyon gyors volt, tehát hogy azért azt hittem, hogy egy kicsit bírni fogja a sima üveg, hát abszolút nem bírta a sima üveg, tehát ez így ennyi. Azt hiszem, azonnal egyébként, tehát hogy hány másodperc volt, nem számoltam kell, de másfél-két másodperc volt rögtön. Tehát, hogy azt hiszem inkább ilyen üveg alá nem bújnék, hogyha láva kezdene elönni fentről. Oké, és igazából most fog majd jönni az igazi kísérlet része, különböző biztosítási szolgáltatások is épülhetnének, csak is kizárólag erre az egy videóra, ugyanis most meg fogjuk majd látni, az edzett üvegek hogy bírják. Hát igazából a kárfelmérés nem is nagyon van szükség, mert hát ránézésre is látszik, hogy szanaszét tört. Ez tehát tűzálló üveg, több rétegű üveg, és a tűzálló géllel van ez ugyebár edzve, és elvileg 100 Celsius fokig képes kiállni. Minden egyébként azon már meglepődtem, hogy van a tűzálló üveg, de nézzük, ezt tovább fogja majd bírni. Oké, figyelj, ez kiállta a próbát. Úgy látszik, hogyha lába ömlik, akkor tűzálló üveggel kell védekezni. Várjunk? Nem, átolvasztja. Óha! Aha, jól van, oké. Ugye gondolkodni, hogy 100 Celsius fokig garantálja az a gél, az olvasztott fém meg akár lehet 1200 Celsius fokos is, most így nem tudjuk, hogy pont mennyi, de hát ja, ezt lehet nem fogja kibírni. De egyébként ahhoz képest eléggé hűsies, tehát nem sok háztartást láttam eddig, ahol éppen lába ömlött az ablakra, de ebben az esetben akár még percéd is lennének arra, hogy elmenekülj, ami tök menő. És figyelj már, ez így kilöki! Sok mindenre számítottam, de ilyen reakcióra konkrétan 0% esélyt sem láttam, hogy kilöki magából az üveg. Amikor azért szépen végigrepett, azt meg kell hagyni, de úgy igazából nem tűnt túl nagy problémának ez az egész. Na és most fogd meg, haverom, és fordítsd meg! Az lenne még szép, még üvöltene is egy nagyot. Aha. Ott közben megsült a palacsinta egy kicsit. Ez nagyon komoly egyébként, ez rohadt jó. Ja, de azért, ha ott a gél, az megadta magát. Hát amúgy ez nem sokon múlt, tehát hogyha a valóságot nézzük, akkor az a pici gél maradt még ott. Lényegében, hogyha több lábát öntött volna rá, akkor rá is szakadhatott volna az üveg, mert azért nem sok maradt már belőle biztonsági szempontból. De azért megkapta a lájkot, úgy látszik. Mondjuk azért lennék szívesen ilyen helyzetben, hogy kimennék ide a hátsó kertbe, aztán lábát tudnék öntögetni mindenre. Ja, aha, tehát egy autóüveg. Tehát, hogy valószínűleg ez egy kicsit úgy edzettebb, mint a sima standard üveg, ami az elején volt. Ennek én egy ilyen 5 másodpercet adnék, és kacok, tekerjetek le a kommentekhez, és írjátok meg, hogy ti szerintetek ebből mi lesz, szerintetek el fog-e törni, vagy mi lesz vele. Szerintem el fog törni, el fog pattanni. 5 másodperc múlva, figyelj, 1, 2, 3, 4, 5. Ez teljesen pontos, 5 másodperc volt, ez konkrétan tizedes pontossága volt 5 másodperc. Ezt teljébe trafáltam, gyerekek, ez hatalmas volt. Erre most tényleg csapjatok egy lájkot, hogy ennyire jól tudom. Tényleg, skacok, én egy üvegszakértő vagyok. Nem akartam eddig elmondani nektek, nem akartam ezzel felvágni, de az én szakmám az üveges. Tehát, hogy autóablak üveges. És akkor most igazából a fő attrakció, ami annyira nehéz, hogy két embernek kell hoznia, a golyóálló üveg, ami nem is tudom hány réteg, ez 6 réteg vagy nem, hát az elvileg 5 réteg, hogyha azt vesszük. Az igen, tehát hogy ez... Rá is lőnek, vajon az lenne még menő? Hát biztos nem egy random hátsó kertben, nem fognak tudni éles fegyverekkel lövöldözni.
Oké, ez nagyon tetszik. Tehát azért erre már az ember az életét is rábízná, de meglátjuk, hogy a láva ellen hogy fog kitartani. Amúgy szerintem ez biztos, hogy ki fogja állni. Tehát, hogyha a tűzálló üveg kibírta, akkor ez is biztos, hogy ki fogja bírni. Bár mondjuk itt ugye az a fajta gél az nincsen benne, mint ami a tűzállóban, de kicsi esélyt látok rá, hogy ezzel bármi baj lesz. Max az első egy-két réteg fog esetleg elpattanni. Ropog. Az biztos. Na, aha. Ez a timelapse alapján azt jelenti, hogy túl nagy probléma itt már nem lehet. Egy kicsi repedés itt, egy kicsi repedés ott. Figyelj, szerintem ez teljesen helytált. Ennyi. Kb. Ez így ennyi. Nem, valamit még nagyon akarnak mutatni itt a zoomolásba. Az ott, vagy az ott most láva, vagy az ott egy repedés? Pont úgy ment végig, mintha egy ilyen mesefilmben lennénk kb. Nem, az repedés lehetett, ahogy ami szépen végig folyt, mint egy animáció. Jó, hát igazából repedezik persze, de hát azért túlságosan vastag és túlságosan edzett ez az üveg ahhoz, hogy így bármifajta problémát okozzon neki ez a kis láva. Hát figyelj, akkor ez így ennyi. Tehát, hogy a golyóálló üveg is kibírta volna, talán még akár jobban is, mint a tűzálló, már csak a vastagsága miatt is. Jó, hát skacok, figyeljetek, hogyha bárki esetleg érdekesnek találta ezt az ötletet, akkor se tudni fogja, hogy melyik üveget érdemes megvásárolni otthonra, hogyha láváról van szó. És még plusz meg ki is próbálja azt, hogy mennyire... Azért rendesen beletört még a fúró. Ez eléggé golyóálló akkor tényleg. Azért ahhoz képest elég erősen sérült, de oké, végül is kibírta, úgyhogy skacok, most akkor remélem készen álltok, érkezik akkor a fő attrakció. Nézzük tehát, mi történik, hogyha egy iPhone-ra öntenek lávát, skacok, ez lesz tehát az igazi fő attrakciónk. Ismét ugye itt van nekünk a kis lávakészítő gépezetünk, biztonságot be kell tartani, amúgy skacok, itt az idő, hogy elmondjam, ezt ne próbáljátok ki otthon, kösz szépen, így ahogy mondtam, akkor ezt senki nem fogja kipróbálni. És 1150 Celsius fok? 1100. Akkor most ezt is tudjuk 1100 Celsius fokos, amit ráönt olvadék. Oké, ez úgy erős. Egy ilyen gép nekem nagyon-nagyon kellene, ahogy ne kérdezzétek, hogy mire használnám, de nekem nagyon kéne egy ilyen gép. Ja, és akkor elsőnek egy Nokia 3310 fogjuk letesztelni ezt az egész helyzetet. Hát figyelj, én nem lepődnék meg, hogyha ezt kibírná. Tehát, hogy szerintem már mindenki tudja, a 3310 az egyszerűen legyőzhetetlen. Erre, hogyha ráöntöd a lávát, ez még jobban ki fogja bírni, mint bármelyik golyóálló, meg tűzálló üveg. Tehát, hogy nézzük, hogy ténylegesen fog-e bármi történni. Szerintem a láva fel fog robbanni, és ennyi, a telefon meg megmarad sértetlenül. Ó, az úgy jól meggyújtotta rögtön. Fát meg simán keresztül égeti ott mindenhol, azért az úgy komoly. Lehet nem a legbiztonságosabb ez az egész. Ha majd a slow motion megmondja, hogy mi van. Hát egy jó lángra kapott a teló. De igazából nem tűnik úgy, mintha túl nagy probléma lenne itt úgy bármivel, tehát hogy kicsit így ég, de még csak a műanyag sem olvad meg annyira, ami azért 1100 fokos lávánál meglepő, hogy kajak még a műanyag is így bírja. Jó, egy kicsit most már bográcsozás alkalmával azért nem érdemes ezt oda tenni a telefont a tűzbe, aztán tudjuk, mert hát kicsit elfeketedik. Nem, ez megadta magát azért bőven. Hű. Vagy azt lehet, hogy csak igazából megkormosodott és ennyi. Tehát én igazából kipróbálnám így még akár, hogy ég, fogod, valakit felhívsz vele, ott ég a telefonos fülednél, tök menő nézel ki. Hát jó, az igazából tönkrement. Na de az iPhone szerintem még gyorsabban fog tönkremenni. Valószínűleg fel fog robbanni az egész, amit rávetett egy picit is. De akkor nézzük is, hogy ez vajon hogyan fog majd helytállni, és kacok, most még gyorsan tekerjetek a kommentekhez, még mielőtt ráöntjük, ténylegesen írjátok meg kommentekben, szerintetek mi fog történni ezzel az iPhone-nal. Az én tippem az ténylegesen az, hogy amint ráöntik, azonnal a képernyő el fog majd halványulni, aztán pedig fel fog majd robbanni az aksia, meg darabokra fog majd szétesni, én valami ilyesmit képzelek el. De nézzük, hogy ti mit gondoltok, ezeket írjátok meg, most várok egy kicsit. És hogyha már megvoltatok vele, akkor már nézhetjük is, mi fog történni az iPhone 11 Pro Max-al, hogyha ráöntik azt a lávát. Aha. Hát konkrétan, amit mondtam, csak sokkal-sokkal gyorsabban. Azt a rohadt. Tehát igazából ott látszik a jobb sorokban, teljesen szétrobbant a teló. Sokkal gyorsabban, mint gondoltam volna. Ugye a kép az rögtön ott meghalt, amint belefolyt ugye az aksiába a lába, ott azonnal felrobbant, úgyhogy ketté is esett az egész telefon. Ezért küzdött vele amúgy a kijelző. Figyelj, az rendesen küzdött vele, hogy nehogy izé legyen, baj legyen. De hát aztán, amikor oda is még kapott belőle, akkor már nem volt készek esélye, és akkor mekkorát robbantam, hogy azért az úgy tényleg erős. Ez így ennyi volt.
A 33-10 az tényleg sokkal jobban helytált. Úgyhogy skacok, ez lett volna a mai videó. Mindenféleképpen csapra kell lájkot akkor, ha élveztétek, vagy esetleg érdekel még titeket több ilyen kísérleti videó is, mint ez. De még egyszer elmondom, szeretném hangsúlyozni, ezt senki se próbálja ki, hogyha esetleg otthon van egy ilyen kis láva készítő masinája a hátsó kertbe. Bár hogyha valakinek van ilyen masinája, akkor az légy szíves, írjon egy kommentet, vagy inkább írjon rám Instagramon, és akkor majd felveszünk a kapcsolatot, és közösen fogunk majd lávát készíteni. Ezt nagyon szépen megköszönöm mindenkinek. Minden esetre ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, az iratkozatok fel, nem nyomjatok ezt a kis csengőt, tudjátok nagyon jól, ezt mindig elmondom nektek. Én minden esetre tényleg nagyon szépen megköszönhetek, hogy ma is itt voltatok velem, hogy érdekel titeket ténylegesen további ilyen kísérleti dolog, ilyen izgalmas bemutató kis dolog, amiket meg tudunk nézni együtt, akkor tényleg csapjátok szét a lájkokat, és hogy úgy látom, hogy ténylegesen annyira sok embert érdekel, mint ahogy azt így kommentben is láttam, akkor fel fogunk majd éleszteni egy-két régebbi sorozatot. Úgyhogy köszi skacok ma is a figyelmet, holnap ismét találkozunk, addig is további szép estét, további szép napot, és sziasztok!